Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Stúdiónk vendége Masa Tamás, a Szabad Szong alapítója és vezetője. Szia Tamás, szép jó reggelt, szép jó napot már lassan. Hát először is, és mindenek előtt nagy köszönettel tartozunk neked, hisz karácsony és szilveszterkor teljesen elfoglaltátok a képernyőt és szórakoztattátok nézőinket, és nagyon meg voltak elégedve. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és mi is nagy szeretettel köszöntünk téged is, és a heti tévő kedves nézőinek is boldog polgári új évet is kívánunk. Köszönjük, és hogyha jól értem, akkor rendhagyó módon vasárnap újévi koncertet rendeztek. Igen, nem is annyira rendhagyó, hát úgy rendhagyó, hogy tavaly sajnos nem tudtuk megrendezni ugye a pandémia miatt élőben, hanem akkor a Spinozával közvetítettük, amit a heti tévő kedves nézői is láthattak többször. Az is egy izgalmas feladat volt, mert a Spinoza olyan részeibe voltunk, amit egyébként a közönségben nem foglalhatunk el. Most viszont újra az Uránia Filmszínházban leszünk, és hát nagyon-nagyon reméljük, hogy a közönség lehet még jönni. Jegyeket kapni? Még lehet. Hát most ugye mindenki figyeli a híreket, mik jönnek, ők nem jönnek. Én bátorítok mindenkit, és mindenkinek azt kívánom, hogy aki eljön, az még egészségesebben menjen haza, mint ahogy odajött. Ellenőrzitek, hogy aki be van oltva, az mehet, vagy hogy történik? Nem, maszkot kell sajnos hordani, ugye ez most a rendenet, de oltási igazolványt nem kérünk, de hát mindenkit arra kérünk nyilván, hogyha beteg vagy lázas, akkor ne jöjjön el, viszont mindenki mást nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk. Mi lesz műsorom? Ennek a műsorunknak most a címe az, hogy Harasó. Mégpedig azért, legyen az éve végre jó, úgyhogy ez egy nagyon jó kívánság, azt hiszem, erre az évre. A tavalyi év végén Hanukára megtanultunk egy dalt, Benny Friedman amerikai énekes dalát, szenzációs klip, szenzációs szöveggel, szenzációs dallammal, Harasó, ami angolul, oroszul, jiddisül, héberül szól majd. Úgyhogy e köré csoportosítottuk most a műsort is. Harasó, tehát olyan dalokat választottunk, olyan jiddis dalokat, amelynek vagy a szerzője annak idején Oroszországból vándorolt ki, akár Amerikába, akár Izraelbe, vagy pedig éppen az énekese, vagy a kántor, ugye Moise Oyser is Oroszországból jött, és aztán Amerikában lett egy befutott kántor. Tehát főleg ezek a dallamok fognak megjelenni, de természetesen, ugye, mint ahogy a szlogenünk 20 éve mondja, hogy több mint klezmer, nagyon sok színét fel fogjuk vonultatni ennek. Igen, a műfajnak. Újabban az a divat, hogy mindig vannak vendégek, és ez alkalommal kik lesznek a vendégek? Hát ők is, azt kell mondjam, hogy állandó vendégeink szinte már, a két fő vendégünk, Beke Farkas Nándor, a Szászdrogot cigányzenekar elnöke, és Lisztes Jenő, a világhírű cimbalom művész, ugye, aki Jókörös Oszkár helyét vette át, és ugye sajnos Oszi 3 évvel ezelőtt elköltözött. És fentről nézi majd, és drukkol nekünk, és Jenőnek is. Úgyhogy ők lesznek a vendégek, de lesznek meglepetés vendégek, akiket azért nem árulok el, mert ugye azért meglepetés. Nagyon remélem, hogy a nézők soraiban meghívtuk és ígéretet tett Benedek István Gábor is, hogy ott lesz velünk. Mert ugye ezekhez a dalokhoz vannak mindig egy kis történetek, és hát akár a Belcet mondom, vagy az Oifen Pripecsik,
vagy éppen a Várj Reám című dal, amit Darvas Iván vitt sikerre. Csak egy nagyon rövid sztori, ezt szintén Benedek István Gábortól hallottam, aki megtisztel minket és el fog jönni, ha az örökkévaló életet és engedi, hogy ez a dal ugye egy orosz szovjet költőnek volt a vers, ami világhírű lett, mégpedig annyira, hogy épp úgy került bele a műsorba, hogy amikor készültünk erre az orosz blokkra, Izraelből felhívott egy kedves ismerősöm, és azt mondja, most megy Héberül a Várj Reám a rádióba, nem akarjátok egyszer valami műsorba betenni? Mondom, épp most csinálunk egy ilyen újévi koncertet, ami egy kicsit ezekre az orosz dalokra összpontosít, és így héberül, oroszul és magyarul is el fog hangozni, és annak idején ezt már Benedek István mesélte el, és meg is írta egy könyvben, amikor Sztálin kiírta, vagy hát ugye összehívták a szovjet zeneszerzőket, hogy zenésítsék meg ezt a verset, és legyen a Szovjetuniónak valami új himnusza, akkor az a zeneszerző nyerte meg ezt úgymond, vagy őt választották, ő írta a legjobb zenét, aki a Katyusát és ezeket a híres jó dalokat írta. Egy probléma volt vele, hogy ő zsidó volt. Na most Sztálin nem akarta, hogy a Szovjetunió új himnuszát pont egy zsidó zenésítse meg, és ezért egy másik zeneszerzőre esett a választás. Amit Darvas énekelt, és Darvas énekel, az egy magyar zeneszerző dara, Negrelli Henriké, de erről majd ott a koncerten mesélek bővebben. Értem. Nagyon sokat tettetek a zsidó kultúráért, annyira, hogy elmentetek egész Izraelbe, és a magyar zsidó kultúrát próbáltátok ott az eszkimóknak eladni. Mikor várható, hogy újra útra keltek? Hát nagyon szeretnénk, ugye, hogyha a körülmények engedik. Ugye van egy ígéretünk, tavaly a Mazsök jó voltából több helyen be tudtuk mutatni az országban a Szenes Annáról szóló zenés játékunkat, amit természetesen szeretnénk továbbvinni. Nagyon sok helyen várják, nagyon sok jó visszajelzést kaptunk, és hogy még hány helyre el kéne vinni, illetve szeretnénk ebből egy filmváltozatot, színház és a film keverékét megcsinálni, de hát ehhez természetesen támogatókra van újra szükség. Illetve van egy olyan ígéretünk, hogy ezzel a Szenes Anna darabbal, ami elmaradt egy tavaly novemberi út, hogy most az idén nyáron... Hát hogyha a pandémia elmúlik. Így van, vagy pedig tavasszal be tudjuk mutatni abba a kibucba, ahol Szenes Anna is élt és dolgozott. Értem. Mi van a zsidó fesztiválokkal? Mert Isten segítségével, ha elmúlik a pandémia, azok is meg lesznek tartani. Hát nagyon reméljük, várjuk. Mi van a Zsiművel, Vadasverának a fesztiváljával? Venával beszéltem még az elmúlt év vége felé, úgyhogy reméljük, hogy ővel is tudunk egy közös produkciót létrehozni. Nagy sikerű produkciói voltak, még a pandémia alatt is mentek. Így van, nagyon, én is követtem így, amennyire lehetett az ő produkcióit. Illetve hát nagyon reméljük, hogy újra elindulnak a meghívások, és mi készen vagyunk, a Spinoza is elindult már tulajdonképpen, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várjuk a kedves nézőket, és nagyon-nagyon jó egészséget. Spinoza alul valami új vállalkozás is van fiatalabb korosztálynak, jól tudom? Ez most úgy most hirtelen... Spinozának ott lenne a pinyóba. Ja, hát az mindig is volt a Lámpás. A Lámpás fiatalabb korosztály, abszolút fiatal zenékkel, ők várnak nagy szeretettel, így van. De ez már évek óta működik, csak hát most újra, ugye hát sokáig zárva voltak ők is, mint ahogy nagyon sok minden új más. Új energiákkal. Köszönöm, hogy velünk voltál, és búcsúzóul bízom benne, hogy hoztál valami búcsúdalt is. Akkor arra kérem a stúdiót, Tomit, hogy akkor induljon ez a búcsúdal. És azt mondhatom, hogy ez mi ez a búcsúdal? Ez még a... Magyarázd el nekünk, hogy miről szól. Slomo Karlevag dal, egy nagyon jól ismert dal, de ezt még az előző zsidó kulturális fesztiválon vettük föl, ugye nyáron. Folyamatosan, ahogy készülnek ebből el a klippek, ez ma éjszaka készült el, az utómunkája, az utókeverése. Azokat természetesen a heti TV nézőivel is meg fogjuk osztani. Slomo Karlevag dara, itt a Kineret Kamara kórussal, és Rónai Benjamin Patrikkal, a fiatal emberrel, aki egyébként most is valószínű, hogy vendégünk lesz egy dal erejéig. Ezt énekeljük a Rumbak-Sebestyén utcai zsinagógába. Jó, akkor hallgassuk a dalt.
Üdvözöljük a Sabadszong minden tagját, és nagyon boldog, békés polgári új esztendőt kívánom neki, és kéz- és lábtörés a koncertre hát vasárnap. Köszönöm, én inkább áldást kérek, mert nem szeretném, ha összetörnénk magunkat, és vasárnap este 7-kor az Urániában mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. És akkor most búcsúzóul hallgassunk meg Karl Lebachtól egy Héber dalt a Sabadszong tolmácsolásában. Nagyon köszönjük, Patrik! Kérlek szépen, most egyelőre fáradj vissza a helyedre.